Ma egy évszázados álom vált valóra az elmúlt 7 év kemény munkájának eredményeként. Ezzel kezdte beszédét Szemereiné Pataki Klaudia felújított városháza ünnepélyes átadóján a díszteremben. A polgármester hangsúlyozta, Kecskemét megérkezett oda, ahol mindig is a helye volt. Egy modern, sikeres, családias, élhető város, amely kicsik és nagyok, fiatalok és idősek otthona. Ez az ország és a Kárpát-medence legszebb szecessziós ikonja lett, ikonjává vált. Eddig csak a terveken létezett így, ebben a formában. A történelem valahogyan mindig megakadályozott bennünket abban, hogy úgy álljon itt, Kecskemét tágabb értelemben, pedig az ország mértani közepén, ahogyan egykoron elődeink megálmodták. Ma egy évszázados álom válik valóra. A magyar nemzethez tartozás, a lokálpatriotizmus és a szecesszió magyar változata is összeköti Kecskemétet és Szabadkát, emelte ki beszédében Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség szerbiai parlamenti frakció vezetője, Szabadka város képviselőtestületének elnöke. Lechner Ödön tervezte az önök városházáját, a szabadkai városházát pedig Lechner Ödön tanítványai tervezték, Jakab Dezső és Komor Marcell, ezért mondható az, hogy két testvérépületről van szó. Ugyan jogi értelemben Szabadka és Kecskemét nem testvérvárosok, de mi Kecskemétre mindenképpen testvérként tekintünk mindannyian Szabadkán. Ez így volt régen is, így van ma is, és így lesz a jövőben is. Ezt a városházát a magyar felemelkedés szülte, ezt már Lázár János mondta a felújított városháza ünnepélyes átadóján. Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, ez a városháza Lechner és pártos alkotása Rotmiksával, Székely Bertalannal közösen. Kifejezi a nemzeti építészet karakterét, jellegét, kifejezi, hogy a nemzeti építészet képes az építészet világnyelvét magyarra fordítani, és kifejezi azt, hogy mi magyarok készek és képesek vagyunk ezt az országot nagyját tenni. Ez az épület szimbóluma és jelképe a magyar gyarapodásnak. A magyar gyarapodás egy fényes időszaka hozta létre a 19. század végén, és a magyar gyarapodás egy új korszaka a 21. század hajnalán építette újjá és újította meg ezt az épületet. Ma Magyarországon a Kárpát-medencei magyarság számára Kecskemét a gyarapodás városa. A miniszter leszögezte, Magyarország minden polgára büszke Kecskemétre. A felújított városházát az egyházi méltóságok is megáldották, a témával pedig bővebben Kiemelő című magazinban foglalkozunk. Tudjuk építeni ne csak a házat, hanem egy